Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió november 23-ai péntek esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Biztonságosabb úton Katymár és Borsód között is. Jelentős forgalmat bonyolító szakasz válhatott gyorsabbá és biztonságosabbá több mint 700 millió forintból. Ne gyújtsd, gyűjtsd! Kampány indult a tűzmegelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés jegyében. Kiválóra vizsgáztak, az idén is kiérdemelte a kiváló német iskola címet az MNAMK. Átadták a Bács-Borsódot és Katymárt összekötő felújított utat. A több mint 8 kilométeres újraaszfaltozott szakasz az egyik falu központjától a másikig tart. A beruházás hazai forrásból, mintegy 725 millió forintból valósult meg. A helyiek régi álma valósult meg a forgalmas útszakasz felújításával. A két település között sokan ingáznak, a busz és a teherforgalom is erre közlekedik, így sok helyen kritikus volt az út állapota. Én nem emlékszem, hogy egy átfogó útfelújítás az elmúlt 20-30 évben ezen a szakaszon történt. Mindig csak az akut problémákat sikerült megoldani, ezért óriási jelentőséggel bír, hogy az útszakasz teljes egészében meg tudott újulni. Én azt gondolom, hogy a térségben ez jelentős útszakasz, mert katymáriak, madarasiak, Baja irányában ebben az irányba tudnak közlekedni. Én úgy ítélem meg, hogy nagy forgalmú és nagyon szükséges beruházás ez az útfelújítás. Katymár és Bács-Borsód önálló önkormányzattal, így saját költségvetéssel és fejlesztési beruházásokkal dolgozik. Csupán a hivatali feladatokat látják el közösen, ami praktikusabb és gazdaságosabb működés jelent a mindennapokban. Borsod vonatkozásában jellemzően a Bács-Bokod iránya a lényegi, de miután a közös hivatal kapcsán mi is mozgunk egymás felé, Katymár madaras lakossága ezt az utat választja, tehát az áthaladó forgalom ide kalkulálható, mindenképp jelentős. Az új úton a nemzeti színű szalagot Katymár központjában, a Kossuth és a Szent István utca kereszteződésénél vágták át csütörtökön. A választókerületben az idén ez volt a leghosszabb felújított szakasz, ahol ezentúl biztonságosabban lehet majd közlekedni. Bács-Borsód és Katymár az nagyjából 9 km, 8,5 km, és hát összesen a felújítás költség az 725 millió forint, úgyhogy azokból az utakból, amik az elmúlt időszakban elkészültek és átadtuk Dusnokon, Dunafalván, Rémen, illetve beltelő utakat tekintve, és valóban ez a legjelentősebb szakasz. Katymáron jelenleg a szennyvízberuházás és topos forrásból energetikai pályázatok állnak még kivitelezés előtt. Bács-Borsódon pedig jövőre kezdhetik el a kerékpárút építését Bács-Bokod irányába. Rákóczi emlékév lehet a 2019-es esztendő. Az erről szóló határozati javaslatot Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes és Németh Szilárd országgyűlési képviselő nyújtotta be kedden. A javaslat szerint az országgyűlés II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megválasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt a fejedelem emlékévévé nyilvánítaná. Az idei Mátyás évhez hasonlóan jövőre is szorgalmaznák mind az anyaországban, mind a határon túlélő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek méltó emléket állítanak a fejedelemnek és szabadságért folytatott küzdelmének. A levert harcok után Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált, emlékét pedig ma is az ország minden településén és az elszakított részeken is terek és utcanevek őrzik, olvasható a javaslatban. Füstérzékelőket adtak át családoknak a Bajai tűzoltóságon. A Ne gyújtsa, gyűjtse elnevezésű kampány részeként városunkban 6 család jutott hozzá a készülékekhez. A kezdeményezést az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT indította útjára az idén szeptemberben, azzal a céllal, hogy visszaszorítsák a tűzeseteket és felhívják a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Ilyen hangot ad ki az érzékelő, amikor füst keletkezik a lakásban. A szakemberek azt is megmutatták, hogyan kell tesztelni a berendezést, illetve elmondták, hogy a legcélszerűbb azt a plafonra felszerelni. Ha tehetjük, minden olyan helyiségben legyen riasztó, ahol fa vagy vegyes tüzelésű kályhával, kazánnal fűtenek.
A legfontosabb azonban a hálószobába elhelyezni, hiszen alvás közben nem, vagy csak túl későn veszük észre, ha baj van, hangsúlyozta Óbéri Attila. A kampánynak a célja volt, hogy felhívjuk a lakosságnak a figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre, felhívjuk a figyelmet a szénmonoxid mérgezés, illetve a lakástüzek veszélyeire. Országos szinten évente 6500 lakásban pusztítanak a lángok. A bajai tűzoltóság képviselője pedig arról számolt be, hogy a működési területükön évente mintegy 50 káreseményhez hívják ki őket. Ezek nagy részét emberi gondatlanság okozza. Például őrizetlenül hagyott gyertya, nem megfelelő tüzelés, illetve a dohányzás vagy a főzés-sütés közben keletkező lángok. Korábban szénmonoxid érzékelő készülékeket adtak át a családoknak, az idei kampányban pedig összesen 17 füstérzékelő talált gazdára Kalocsán, Bácsalmáson és Baján. Három fatüzelésű kályhájuk van, ezért örül a riasztónak, mondta az egyik kiválasztott családházi asszonya. Nagyon-nagyon örülünk neki. Egyébként vettetek volna ilyet? Hát terveztük, de anyagilag nem biztos, hogy meg tudtuk volna engedni magunknak, hogy saját erőnkből vásároljunk egy ilyen készüléket. A kampány részeként az átadót megelőzően általános iskolákban és lakossági fórumokon beszéltek a szakemberek a fűtés-tüzelés veszélyeiről. Emellett újságoknak, rádióknak és tévéknek juttattak el tájékoztató anyagokat a témával kapcsolatban. Emellett egy prospektust is megjelentettek, amelyben például a kéménytüzek és a szabadtéri tüzek veszélyeire, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a lakosság figyelmét. Ismét megszervezte éves kiállítását a Duna Fotóklub Egyesület. A tárlaton a fényképészek mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek az érdeklődők, valamint az elmúlt év munkáit is megtekinthették. A megnyitón pedig egy újdonságot is bejelentettek, ha velünk tartanak, megtudhatják, mi is volt ez pontosan. Jól vizsgázott a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja. A bajai intézményben németországi minőség ellenőrzési szakemberek vizsgálódtak az elmúlt héten. A minősítési rendszer kritériumai alapján a bajai intézmény ismét elnyerte a kiváló német iskola címet. Az MNAMK az ellenőrzés eredményeként kiváló külföldön működő német iskola címet szerzett. Ezt tulajdonképpen megvédte az intézmény, hiszen 2012-ben már kiérdemelte a minősítést. A vizsgálódás németországi kritériumok alapján történt, aminek fókuszában ismét a tanítás állt. Fontos szerepet kap például az értékeléskor a tanulók önállósága és aktivitása. Emellett a képességfejlesztés is kiválóan zajlik az intézményben, állapították meg a vizsgálat során. Különösképpen jónak találták a tanulási, tanítási folyamat minőségét. Ezen kívül úgy találták, hogy nagyon intenzíven és jó eredménnyel készíti fel az iskola a diákokat a német érettségire, és természetesen ezzel együtt a magyar érettségire is, mert ez kombinált rendszerben történik itt az intézményben. És ami nagyon hangsúlyos, hogy a diákok német nyelvi kompetenciáit olyan mértékben fejleszti az iskola, hogy ezt a területet is kiválónak találták. Az intézményt, mint a Magyarországi Németek Művelődési Központját is vizsgálták, vagyis azt, hogy milyen kulturális élet működik az épület falai között. A Németországon kívül működő iskolák küldetéséhez ugyanis az is hozzátartozik, hogy a német és az adott kultúra találkozási helye legyen, és mint kiderült, ez különösen jól működik Baján. A jövőben megpróbálnak ugyanilyen jó színvonalú oktatást biztosítani a diákoknak, mondta a főigazgató helyettes. Sőt, ugye az egész minőségirányítási ellenőrzésnek Magyarországon is és Németországban is ugyanaz a jelentősége és a feladata, hogy az oktatás minősége ezáltal még inkább javuljon. Ez azt jelenti, hogy egész konkrétan felmutatták, megmutatták nekünk azokat a területeket is, amit az ő meglátásuk szerint, a tanfelügyelők meglátása szerint még fejleszthetünk, és ennek a az útmutatásnak elegettéve fogunk egy következő minőségfejlesztési programot kidolgozni. A tervek között szerepel a diákok egyéni fejlesztésének javítása is, már meglévő programokat szeretnének még hatékonyabbá tenni, tette hozzá Sauter Terézia.
A tanfelügyelők az itt tartózkodásuk alatt egy kiállítást is megtekinthettek. Ezúttal a Baranya megyei Gerezslak sváb nemzetiségi kulturális életét, hagyományait szerették volna bemutatni a szervezők a Bajára érkező vendégeknek. Újabb dísznövénnyel gazdagodott a belváros. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, Baja városa az idei évben is remekül teljesített a Virágos Magyarország versenyen, hiszen a korábbi különdíjak után ezúttal a Város és Faluvédők Szövetsége elismerését nyerte el a település. A környezetszépítő verseny jubileumi 25. évfordulója alkalmából minden jelentkező ajándékban részesült. A több mint 300 település egy oszlopos szilfa csemetével gazdagodott. Az átlagos vízigényű, magas növésű dísznövényt a Tóth Kálmán téren ültették el, így a jövőben újabb növény ékesíti a belvárost. Új vezetőség került a Duna Fotóklub Egyesület élére. F. Horváth Ildikó több évnyi elnökség után lemondott vezetői posztjáról, így a jövőben Horosnyi Sándor irányításával működik tovább a szervezet. A változást az Egyesület éves kiállításán jelentették be, ahol a látogatók betekintést nyerhettek a fényképészek mindennapjaiba, és az elmúlt év munkáit is megtekinthették. A Lisztami pedagógusainak és növendékeinek közös műsorával kezdődött az idei éves tárlat megnyitója. A Duna Fotóklub Egyesület életében hagyomány, hogy az év vége felé közeledve nagyszabású kiállítást rendeznek az elmúlt hónapok munkáiból. A megszokottól eltérően ezúttal nem a Bácskai Kultúrpalota adott otthont az alkotásoknak. A 12. éves tárlatot ugyanis idén a Sugovica Sportiskolai Általános Iskolában rendezték meg. Nem ez volt az egyetlen újdonság. F. Horváth Ildikó a megnyitott követően jelentette be, hogy több évnyi vezetőség után lemond elnöki posztjáról. 2,5 évig titkárként próbáltam így a klub életét szervezni, 2,5 évig pedig elnökként. Több oka is van, de inkább azt mondom, hogy egy kicsit el is fáradtam ebbe, és szeretnék inkább én is a saját fotózásomnak élni, és egy kicsit átadni a stafétabotot a többieknek. A klub élére az Egyesület korábbi titkárát, Horosnyi Sándort választották. Az új elnök elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára a kinevezés, a következő időszakban pedig azon dolgoznak majd, hogy az idei évhez hasonló sikereket érjenek el a jövőben is. Az idei év, én azt mondom, hogy az egyik legsikeresebb évnek bizonyul, sőt az újjáalakulás óta merem azt állítani, hogy a legsikeresebb év. Ugye, mint azt említettük, hogy az év fotoművészeti alkotócsoportok versenyén második helyezettek lettünk a Biatorbágyi Fotóklub mellett, ami országos szinten, én azt mondom, hogy egy nagyon nagy eredmény. A témaválasztás ezúttal is sokrétű volt. A fotók között egyaránt akadtak portrék, természetfotók és tájképek is. Utóbbi téma mellett döntött az Egyesület titkáráról választott Beke László is. Az alkotó rámutatott, a fotósok gyakran előre megtervezik a megörökítendő képet, ő azonban a pillanatot igyekszik lencse végre kapni. Úgy történik, hogy meglátok valamit, amiből aztán megpróbálom kihozni a legjobbat. Például a Tirolban készült képemnél is, hát nem lehetett tudni, hogy honnan fog sütni a nap, meg most hogy fog állni, de amikor ott sétáltunk az Erdei úton, akkor hirtelen futásnak kellett eredni és megkeresni a legjobb helyet, mert ott volt az alkalom, ott volt a pillanat. A fényképészek elmondták, a modern technológiának köszönhetően manapság akár mobiltelefonnal is készíthetünk minőségi képeket, a technikai háttér mellett azonban egyfajta látásmódra is szüksége van az alkotóknak. Az éves tárlatot december 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Bajai Intézmény aulájában. Borsos Bálint a Mogyi Bajai Birkózóklub versenyzője a Brazíliában szerzett egyetemi birkózó világbajnoki címének elismeréseként az év egyetemi sportolója díjat vehette át a testnevelési egyetemen Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól. A díj óriási elismerése mind a magyar, mind pedig a bajai birkózó sportnak.
Egerben versenyeztek a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SS sportolói, Gálos Tamás tanítványai közül Puskás Gergő ellenfél nélkül maradt, míg Konyhás Noémi, Fekete Bernadett, Tamás Alex és Gálos Roland egyaránt győzni tudott. Gál előd Rácz Patrik és Benedek Levente ezúttal be kellett, hogy érje az ezüstéremmel. A jövő hétvégén Gálos Roland a felnőtt országos bajnokságon lép szorítóba. Újabb fontos sportesemények lesznek a hétvégén. A hazai rendezések közül kiemelkedő a 6. alkalommal megrendezett Fight Night, de vasárnap a Bácska kosarasai is bajnoki mérkőzést játszanak. Jöjjenek a részletek! Szombaton hazai medencében vív bajnoki mérkőzéseket a Sugovica VSE ifjúsági csapata. Vízilabdázóink 3.4.12-től a Sáros patakkal, míg este 6-tól a Nyíregyházával mérkőznek meg a Szigeti sportuszodában. Este pedig jöhet a 6. Fight Night, azaz a küzdelem éjszakája. Mezőfi András és csapata ismét színvonalas gálát hozott össze, nem kevesebb, mint 16 mérkőzéssel. Várhatóan a szünet az ilyen 4:45 körül lesz. Az első szünetünk 4:45-től 3:45-ig, vagy 8:30-9-ig. Meglátjuk az időben, hogy fogunk beleférni. A tervezett az az, hogy 8:30-9-ig, és utána pedig 9-től hát... Ugye 8 ültetőmérkőzés van, és van 8 főmérkőzés, ami 2 5-menetes mérkőzéssel, szerintem 11:30 éjfél mire végzünk. A hétvégén a bajai úszók 2 napos versenyen vesznek részt Hódmezővásárhelyen. Pass Ferenc tanítványainak ez lesz a fő próba a jövő hétvégi halászlékupa előtt. Van akinek edzés, tehát Ákos beneveztem minden számba, tehát neki egy extra terhelés lesz ez a hétvége. A többieket pedig, hát mindenkit azért naponta 3 vagy 4 számba beneveztük, hogy egy kicsit felismérjük őket, meg egy kicsit szokják is a sorozatterhelést. Vasárnap az év utolsó bajnoki mérkőzését játssza a Baja Szent Istváni labdarúgó csapat. A tavaszi szezon első előrehozott fordulójában a Szent István 13 órától a tabella második helyén álló Géderlak vendége lesz. A hétvége pedig egy megyei rangadóval ér véget, a Bácska kosárlabda csapata 17 órától a Kecskemét U23-as gárdáját látja vendégül az MNAMK sportcsarnokában. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Biztonságosabb úton Katymár és Borsód között is. Jelentős forgalmat bonyolító szakasz válhatott gyorsabbá és biztonságosabbá több mint 700 millió forintból. Ne gyújtsd, gyűjtsd! Kampány indult a tűzmegelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés jegyében. Kiválóra vizsgáztak, az idén is kiérdemelte a kiváló német iskola címet az MNAMK. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép hétvégéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szombaton erősen felhős vagy borult párás időre kell számítani. Több helyen várható többnyire kisebb eső. A délkeleti déli szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lesz a hidegebb. Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan várható, többnyire kisebb eső. A szél fokozatosan észak-keletire fordul, és néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között várható.